A Marosvásárhelyi ifjúsági szállóba az orosz-ukrán háború kirobbanása óta várják a menekülteket. Bár rengeteg adomány érkezett, a kezdeti lelkesedés aláfagyott az adományozók körében. Viszont egy váratlan külföldi adomány ismét feltöltötte az üres polcokat. Nagy volt a segíteni akarás és az adományozók száma az orosz-ukrán háború első napjaiban. Marosvásárhely lakói heteken át élelmiszerrel és ruhákkal segítettek. Lassan azonban az adományozók száma csökkenni kezdett, majd kiürültek a polcok. Kriszti Bozsán, aki önkéntesként tevékenykedik a Marosvásárhelyi ifjúsági szállóban, híradónknak elmondta, kilátástalan helyzetbe kerültek. Amikor nagy volt az érdeklődés, és lázban égett mindenki, aki segíteni akart, rengeteg adományt kaptunk. Sajnos, mivel minden csoda rövid életű, az elmúlt időszakban az adományok szinte nullára csökkentek, így a polcok szinte üresek. A bezárás szélén álltunk, mivel szinte már csak ruhákat tudtunk felajánlani. A legrosszabb helyzetben érkezett a váratlan segítség. Pietro Benedetto vállalkozó jóvoltából Olaszországból érkezett hatalmas adomány, így még néhány hétig segíteni tudnak a menekülteken. Az adomány rengeteg gyermekárut tartalmaz, mert sok a gyerek, emellett női ruhákat és minden, amire a gyerekeknek szükségük lehet. Szóval ez egy mix mindabból, amire a mindennapokban szükség van. Hozzátette, fontos, hogy ebben a helyzetben mindenki próbáljon segíteni. Ő maga olasz ismerősei segítségével többször is adományokat gyűjtött a vásárhelyi élelmiszerbankba.